2019. 8. hó másodika. Reggel 6 óra 15 perc van. Elkeltünk. Zubály folyó mellett alszunk. Egy vadkempingező helyen. Nyugodt éjszakánk volt. Gépek itt állott, a kölyök is nézték az Zubály folyót. Az irány Kollabone. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen magas. 2802 méter. Egy pillanatra megálltunk ennél a táblánál. Úti célunk. Bonethága. És itt van egy szép ember, aki jön velünk elméletbe. De nem jön velünk. Hát innen meg a kilátás megint. Plusz a templom. És Josiét elhagyjuk. Hát a felkelő nap látványába. Ott vannak egyek, de én szemmel nem is látom, de a kamera az látja. Szuszogások közepette elbúcsúzok Josiétől, ott a templom. Honnan indultunk? Hát nem a templomtól, de ott a kereszteződés, az Zubály völgyétől. És kicsit párás egyektől, hát ilyen látképpel. Megyünk fel a Bonetre. Pici felhők vannak, inkább pára. Be vannak sejem papírba csomagolva a hegynek a végei, mint a szaloncukor. Nem menjünk hiába, mert nyitva van a hágó. Úgyhogy mindenképp átmenjünk rajta. Közben megcsodáljuk ezt a nappal szembe ezt a hegygerincet. És egy pici visszatekintéssel a ködbe burkolozó hegyen. Rengeteg országút is jön, nyomják, mennek felfele, ki erősebb, ki gyengébb. Én még mindig gyönyörködök Josié feletti hegyekbe. Erre nagyon szép a rálátás, így ahogy egy picit felhőbe van párába burkolózva a reggeli fényekbe. Nagyon szép Zubály völgye. Így csörgedezik a folyó is. Ez nem az, de egy folyó. Itt bandukoltunk ezeken a szerpentineken fel egy 5 perccel ezelőtt. Ott áll az autó is jön. És ott van még Josié. És a hegyek pedig itt vannak, csak közelebb jöttek egy picit hozzánk. 2000 méteren vagyunk, frissítettünk egy kicsit, van itt egy ilyen frissítőpont. Hát mi csak a táskából frissítettük magunkat. Még mindig gyönyörködünk a hegyek látványába. Egy ilyen köztes völgybe vagyunk. Hát egy körbefordulást megérdemel. A mellett ott fog menni az utunk, ott mennek a mocisok. Hát, és folytatjuk tovább az utunkat. Nekem nagyon tetszik ott az a kis pici házikó. Már elfogytak a fák, legalábbis a nagy része. Ilyen törpefenyők vannak még. Hát, szerintem ott lesz valahol a hágóút a nyakba. Vagy ott. Hát, majd meglátjuk. Vannak egy pici felhők, de amúgy szép az idő. Hátszelünk van egy picit, ilyen fensíkra értünk. És nagyon szép hátulra is nagyon jó visszatekintés. Hát egy hatalmas völgybe vagyunk.
2150 méteren, és egy NDK-s híresség jön itt velünk szembe. Kenni a száját. És jönnek az országúzisok is, motorosok is. Hatalmas nagy forgalom van. És a hegy itt velünk szembe nagyon szépen kiemelkedett. A hágót még nem látjuk, hogy merre van, legalábbis én nem látom. Egy kicsit ez a 10% most oda vágott a mellkasomnak. Ott fogunk menni. Fönt, ott ahol az autók mennek. Ott. És a többit majd látjuk. Hát nem a Balatonon vagyunk. Hello. Az országút is most is jött, hanem a Holdon. Már nincsenek fák, elfogytak. Még havat azt találni, hófoltot mutatóba. Ott fogunk menni, ahol az a kis autó megy, ilyen kis ezüst színű autó. Ott fogunk majd menni. Ott a motoros is. Még a hágónak nyomát se látom. De hát még van 500 méter szintünk, úgyhogy még meg fogjuk addig tanálni. Hát, holdbéli táj. Olyan húzat van, mint az ítélet. Rajtam meg csak mez van. És vannak gyalogosok is. Ahogy, kis estélyi ruhába. Onnan jöttünk, azzal a kis játékautó jön felfele. Egy kis pici. Akkorák itt a távolságok. Fák nincsenek, ilyen holdbéli táj van. Ott mennek fel a biciklisek, ott fogunk mi is mindjárt menni. Találtunk ott egy országút is. Nyomja magába a zselét. Eldőlt, mint a zsák. Hát mindig azt mondom, hogy 2800 méter, 2800 méter. KKB-sok hajrá, jöhettek felfele. Csomag nélkül, mert van olyan KKB-s, aki csomaggal jön fel. Érdekességképp. Hát, amúgy nagyon szép itt. Vannak kis vizesések, kis források. És mindjárt ki fogunk oda menni a peremútra. Ott nagyon fogok fázni, mert egy picit meg vagyok izzadva. És nagyon szép az egész. Hát, itt egy ilyen körbefordulós fotó. Így. Hát itt ilyen a... látvány. Nagyon szép virágok vannak itt szélén. Nagyon sok fajta. Van az a sárga. Van az a másik sárga. Hol a pillangó is rajta van. És van kövi rózsa. Hát, ha úgy hívják egyáltalában. És utána meg fog szűnni. Jóformán csak egy pici fű lesz. 2500 méter fölött. Hát ott vannak még az én magas hegyek. A távolba, de mindjárt velük egy vonalba leszünk. Találtunk egy erődöt. 2500 méteren. Hát, érdekes lehetett itt molyolni. Mindjárt benézünk, hogy bent mi van. Hát a kilátás az... hát 2500 méter. Fúj egy kicsit a szél. Szépek a hegyek. És itt az erőd.
tiltott önkény uralmi jelvényt tanáltam. Ott a hegy oldalba kettő darab ki van rakva. Két csillag. Tanáltam hófoltokat is. Menni kéne hógolyózni, csak még most távol van tőlünk, hát ha tanálunk majd közelebb is. Itt vannak egy karnyújtásra felhők hozzánk, úgyhogy elénekelhetjük, hogy felhők alatt születtem. Nagyon-nagyon hideg van, azzal kezdeném az egészet. Ott voltunk az előbb az erődbe, szuszogunk itt 8%-on föl, de mindenkinek tudom mondani, hogy a kilátás, meddig a szem ellát, csodálatos. ...2600 méteren vagyunk. És majdnem eldült a bringa. Hát, ennyi fű van itt. Itt ha oldalon lennénk, de olyan hideg is van. Úti célunkat megpillantottuk. Ott van a nyakba a bonet hágó. De mi felmenjünk oda a tetejére, a bonet csúcsra. Ha jól mondom. És úgy fogunk majd lejönni a túloldalon, legyúlni Lombard hágó felé. Hát itt most megálltunk egy erő bunkinál. Egy bunkinál. Hát van olyan vasaltaja, van olyan vasalása, hogy azt mit bírt ki, biztos sok mindent kibírt. Van lőrése neki. Hát, meg vasbetonja neki. Azt biztos, hogy megállapítottam, hogy az anyagot nem sajnálták belőle. Rettenetesen fúj a szél. Úgyhogy... ez van. De a látvány az csodálatos. És ott a szembe, ott is ott vannak a hófoltok. Amúgy elvéletileg a napon 22 fok van, de szerintem itt 12 nincs. A bonett előtt állok, oda kell feljutni. Van körbeút, szépen fel fogunk biciklizni. Majd eldöntjük, hogy melyik irányból. Bonjour! Hát itt már holdbéli táj van, már nincs füse, semmi. Hát onnan jöttünk. Nagyon messziről. Nagyon hideg van. Bonjour! Ott jött el az utunk. Felértünk a bonet hágóra, illetve bonet csúcsra. Még van egy kis sétánk, hát rettenetes nagy a forgalom. De azért megmutatom, hogy itt van a 2802 méter. A magassága, hát van egy csomó fajta nyelven. És hát a kilátás az rettenetesen fúj a szél. És onnan szétnézünk. Hát egy hatalmas nagy szikla van ide téve. Emlékműnek ott vannak a gépek. Ott is fogjuk őket hagyni. Hát gondolom, hogy megvárnak bennünket. Hiszem, hogy valami gond lenne belőle. 2862 méteren állunk. Hát, ezt mondhatnám azt, hogy Európa teteje. Hát itt be lehet kalibrálni, hogy mi merre van. Most arra kellett legurulni, ahol be van felhősödve. Ott van olyan szép magas hegy. Azt nem a... Igen, de arra van Torino, de az nem a Mont Blanc. Kell az is lehet. Azt most megsatszoltuk, hogy lehet, hogy az az. És arra is be van borulva, és arra borulva.
balra gurulunk le. Na hát egy panorámát, hogy mi van itt. Milyen látványban van részünk. Hát a szél az rettenetesen fúj, és szerintem itt nincs 10 fok. Nekem azok a hegyek is tetszenek, ahol még a hó közte van. Hát az velünk egy, az mind 2800 méteres hegy. De hát itt velünk egy vonalban mindegyik 2800 méter. Egy-kettő van, amelyik egy kicsit úgy a többiektől magasabb, ott a felhőknél. Ott van egy másik magas. Ott van a hágó keresztbe, és mi az autó gurul lefele, ott fogunk legurulni. Most jelen pillanatban izoláig, ott, és utána Lombard hágót holnap megcélozzuk. Hát itt a gyerekek játszottak egy kicsit. Csodálatos. A biciklit ott hagytuk lent, ott ahol az a csoportosulás van. Az 2802 méter. Ott van a 2802 méteres hágó, és ott van vele szembe a biciklink, amelyik ott van. Itt jöttünk fel, ahol jönnek ezek a gyalogosok. Egy nagyon meredek ösvényen. És abban sötét völgybe fogunk legurulni. Érdekességképp olyan nagy szél van, ott mentünk fel az előbb, ott másik oldalt, ugyanilyen 11-12%-on. Hát, itt van a hágóút, és akkor elindulunk, gurulunk arra, ott lesz a utunk. Hát lesz egy jó gurulás, egy 1600 méter szintvesztés. Ott. Vagy az nem a mi útunk? Nem tudom. Ott. Ott lenne a völgyben. Azt szerintem a mi házikó inkább innen nézve szabadszalva. Itt. Igen. Itt van egy kis házikó. Hát még nem jöttünk le összesen, vagy 200 méter szintet, de majd megfagyok. Azt a betyár életed, nagyon ideg van. Azért szerintem abból az erődből itt szépen be lehetett lőni az utat. Érdekességképp. Mondom, egy pár percet gurultunk, és még látni, ott voltunk fent a Bonnet hágón, vagyis hát a Bonnet csúcson, meg ott volt a nyakban a Bonnet hágó, ott ahol körülbelül a két hegy találkozik. Csodálatos minden, nagyon hideg van még mindig, pedig már lentebb jöttünk, 2450 méterre, de még mindig nagyon hideg van. Hát a látvány az csodálatos, ezen az oldalon is. És végig 8%, 7-8%. Az előbb itt megállapítottam, hogy még lesz gurulásunk. Hát az a szerpentin, az mind még ránk vár, amit van. Ott van egy kis valami házikó is. Nem látom, de ott van. Úgyhogy itt fogunk legurulni mindenütt. Hát itt van egy obeliszk. Ez még a világháborúra emlékeztet bennünket. És itt füttyögnek a morvoták a hátunk mögött. De hogy nem látjuk, hogy merre vannak, aztán tudjuk, hogy merre vannak. De csodálatos. Nekem az a szikla képződmény is nagyon tetszik. Hát ott szembe a hegyek, amit fentről is láttam, ott a hófoltok még ott vannak mindenütt. Az is durva. Nagyon szépen látszik az irányunk, a Tiné völgyébe gurulunk le. Úgyhogy most itt ezeken a szerpentineken. Nekem nagyon tetszik. Hát a hegyek is, a környezet is, minden. Egy hatalmas nagy birkacsordát tanáltam. Csak ez tetszik, mert ennyit még én mostanában nem is láttam. A tájjal együtt. Hát az illata az itt van. Azt érezni.
Aptiné völgyébe vagyunk, és ott a tiné. Onnan gurultunk le, onnan a nagyon magasból, és még nem mutattam meg, hogy ilyen táblák vannak. Mutatja, hogy milyen szinten vagyunk, most 1670 méteren, 6%-os lesz a következő, aki pedig jön felfele, annak mutatja, hogy 6%-os lesz felfele, és akkor itt van, hogy a Bonnet hágó 16 kilométerre van. Ennyit gurultunk már idáig. Izolába így gurulunk le, vagy pedig előtte egy falubig, és akkor ma éjszaka megint vadkemping. Mint tegnap éjszaka. Az a legolcsóbb. Gurulunk itt le fel a Tiné völgyébe. Én is tanáltam egy csodálatos fizetést, de tényleg csodálatos. Csak a hangját hallottam meg, úgy fékeztem le. Hát ez azért a egy kicsit csodálatos. Onnan jön egész. És az illatát is érezni kéne. A Tiné itt megbukott egy óriási nagy zuhataggal, és itt megy tovább, kanyarod tovább a völgybe. Vesztettünk már 1400 méter szintet, és megálltunk egy hídon, ami nagyon szép, és megint a folyót csodáljuk. Visszatekintésként onnan jöttünk le. Hát nem pont onnan, de abból az irányból. Ezen a völgyön keresztül csorogtunk le, mint a folyó. Ott van az irányunk. Onnan jöttünk. Col de la Bonette. Bejöttem egy hatalmas nagy templomba. Egy olyan kicsi faluba van, hogy egy óriási nagy templom, akkora, mint a Mária Pócsi, hanem nagyobb, és egy icipici faluban van. Katolikus valószínűleg. Csodálatos. Igazi olyan templom illata van. Befejeződött a mai nap. 1650 méter szintet emelkedtünk. 68 kilométeren. A Bonnet hágót küzdöttük le. És most itt alszunk Izola előtt. Sátor már rá, itt így bekövezve. Egy ilyen bekötő úton. Elvileg reméljük, hogy ott nem fog zavarni senki éjszaka, de se lehet látni. Itt erről meg Zsák utca. És holnap lesz az utolsó napunk, Lombard hágó,